Itt a Pilis Szent Iváni jó kenyérben született meg az Ecsep Figyelem Alapítvány közreműködésével meghirdetett verseny, az Ország Tortája verseny idei cukormentes győztese, a Szent Ivánii Álom. A tortáról és a versenyről Ludwig Klárával, a jó kenyér ügyvezetőjével és Dienes Andrea cukrászmesterrel beszélgettünk, akik most indultak először ezen a megmérettetésen. Torta projektben nem gondolkodtunk ilyenben, viszont amikor megismertem Andreát, illetve ő keresett fel minket, hogy lenne egy álma, mert azt mondta nekem akkor, és ez nagyon tetszett ez a mondata, hogy minden cukrászmesternek az az álma, hogy egyszer megsüthesse az ország tortáját. Nagyon szimpatikus volt a gondolat, Andrea is, és az egész projekt ideje alatt ez a nagyon jó közös együttműködés nagyon jól sikerült, és azt gondolom, hogy itt az eredménye. Az álom tehát elindult a megvalósulás útján. Én 2 éve kezdtem el versenyekre járni, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezen a versenyen indulnánk, és így tavasszal megfogalmazódott bennem ez az ötlet, hogy akkor induljunk ezen a versenyen. Ez egy nagyon nagy munka, tehát rengeteg előkészület. Az alapkoncepció elég hamar megvolt, viszont a torta elkészítésében az nagyon nehéz, hogy ugye ezt nekünk méretre is kell készíteni, tehát hogy a rétegeknek a méretei, az íz kombináció, hogy harmonizáljanak az ízek, tehát hogy melyik krémből legyen több vagy kevesebb, ezekkel nagyon sokat kell dolgozni, mire azt a méretet megkapjuk, ami a torta karikának ugye a mérete. Mert hogy ugye a kiírásban az szerepel, hogy hány centis lehet, tehát 22 és 24 centis tortakarikába készülhet, illetve a magasságot is meghatározzák, hogy hány centi lehet, és akkor nekünk ehhez kell alkalmazkodni. Illetve az Ecsep Figyelem Alapítvány dietetikusával ugye egyeztetnünk kellett, ez volt még a nehézsége a tortának, tehát ez egy ilyen kalóriaharc volt a végén, hogy ugye ők kiszámolják, hogy ez a torta mennyi kalóriát tartalmaz, és akkor nekünk ehhez igazodni kellett, hogy miből mennyit tehetünk bele, illetve a zsírtartalmakat nézték, ugye, mert hogy itt egy meghatározott értékek vannak, és azt nem léphetjük túl ezeket a kereteket. A jó kenyér cukrászat csapata által Dienes Andrea cukrászmester vezetésével elkészített alkotás tehát nem tartalmaz hozzáadott cukrot. A megy íz dominál benne a legjobban, 3 textúrában is jelen van a tortában. Egy megy zselé réteg van középen, illetve egy megyes habos krémzárja, és a tetejét pedig ilyen liofilizált megyekkel díszítettem. A tortának az alapja az egy céklás, almás felvert, ami zablisztel és mandulaliszttel készült, illetve zabpehellyel, és egy zabkrémet készítettem rá, ez egy angol krém, ami fehér csokoládéval van dúsítva, és ez lett így a ötletünk, hogy ugye Kláriék rengeteg ilyen zabpehelyes készítményt készítenek, ilyen zabpehelyes termékeket, illetve zablisztet is használnak, és akkor így a refont táplálkozásba ez beleillett nekünk, hogy ez is legyen a tortában, illetve a megy amiatt, mert hogy a házias sütemények, tehát a házi süteményeknek a nagy részébe ugye előfordul a fahéjas megy, és ezért esett a választás erre a megyes ízre. Azért jött nekem, mert hogy én általában nagyon szeretem az ilyen történeteket, tehát ez ilyen édes történelem, és nagyon sokat kutatok ebben a témában, és nekem mindig nagyon fontos, hogyha versenyre indulok, hogy legyen egy ilyen története a tortának. Tehát szeretném, hogy valamihez kötődjön, és hogy ez legyen egy története a tortának. A torta ötlete onnan jött, hogy Klárival ápoljuk a népi hagyományokat. Pilis Szent Ivánon rendezik meg minden évben a napforduló fesztivált, és ezzel kapcsolatosan ugye ez a Szent Iván napjához köthető ünnepet idézi meg, és ezért jött ez az ötlet, hogy ez legyen a torta neve is. Ugye nekem a már a pékségből kifolyólag is nagyon-nagyon fontosak a természetes alapanyagok. Ugye én ebben tudtam Andreát egy picit támogatni, hogy ugye a kiírásban is nagyon szigorúan kell az alapanyagokat betartani, de hogy minél természetesebb, szinte csak természetes anyagokból álljon a torta. Tehát, hogy és az ízkombináció, a harmóniája, az összetevők harmóniája, azért ez nem egyszerű megtalálni. Tehát, hogy minden mindennel összehangolódjon, összhangba legyen, az egy nagyon hosszú folyamat.
sütöttük, finom hangoltuk. A torta készítésének folyamata szinte teljes titokban zajlott, még a kollégák sem tudhatták. Tulajdonképpen mi ketten Andrával kosztolgattuk, Andrea gyártotta, én inkább a kosztolásban voltam benne, de aztán egy idő után bele kellett vennünk a kollégánkat, a Kis Tamás, ő is cukrászmester, és őneki pedig az volt a feladata, hogy ezt le lehessen termelni 200-300-500 tortát is. Tehát így volt a csapat, tulajdonképpen hárman, azt mondjuk, hogy hárman, de Andrea az álmodó és a kreatív, a Tamás adta ezt a gyártási folyamatok szakértelmét, én pedig végig a szemem az alapanyagokon volt. Ezek a képek pedig már augusztus 19-én készültek Pilisszent Ivánon. Ezen a napon kerültek országszerte a cukrászdákba a Magyarország tortája verseny győztesei, a tápiószecsői hisztéria cukrászda által megálmodott kuriózitász és a cukormentes Szent Iván éjjálom. A Jó Kenyér és az Egycsepp Figyelem Alapítvány egészségügyi szűrésekkel egybekötve mutatta be a tortákat a nagy közönségnek a Pilisszent Iváni pékségben. A díjnyertes cukormentes tortát cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. Fontos, hogy hozzáadott cukortól mentes ez a torta, ugye a gyümölcs miatt van természetes cukortartalma, édesítésre pedig eritritet használt a cukrász. A cukorbetegek, illetve az egészséges táplálkozásra odafigyelők tudják ezt fogyasztani kis étkezésre, mert olyanok az értékei, hogy 252,5 kalória egy szelet és 13,3 g szénhidrát, tehát kisétkezésre alkalmas, illetve ebéd után beilleszthető a szénhidrát tartalmat beleszámítva.